A sajtó képviselőinek tartott tájékoztatóval indult a Pannon Egyetem műszaki informatikai kara és a Nemzeti Infokommunikációs Koordinációs Központ által szervezett workshop. Dr. Friedler Ferenc rektor köszöntőjében elmondta, hogy a kar sajtóban való megjelenése az utóbbi időben projektekkel kapcsolatos. Ez nem véletlen, hiszen a projektek segítségével nő a műszaki képzés színvonala, illetve szorosabb kapcsolatot tudnak ápolni a partnercégekkel. A szót dr. Bertók Botond vette át rektor úrtól, aki elárulta, hogy a mai nap folyamán nem csak saját eredmények kerülnek bemutatásra, hanem az ipari területen dolgozók is beszámolnak munkájukról. De mivel is foglalkozik a Nemzeti Infokommunikációs Koordinációs Központ? Ez egy olyan szervezet, ami arra kapott támogatást, hogy a Magyarországon infokommunikációs technológiákhoz, informatikához, illetve kommunikációhoz kapcsolódó legújabb megoldásokat kidolgozó ipari, illetve akadémiai szervezeteknek a képviseletét megvalósítsa és újabb projekteket generáljon, részben akadémiai-ipari együttműködésekben, részben pedig Európai Uniós pályázatokban. Ennek a kutatási programoknak a témája alapvetően olyan rendszerek, amelyek valahogyan az internethez kapcsolódnak. Ezek egy része az korszerű elméleti háttérre épülő döntéstámogató rendszerek, ami által hatékonyabbak lesznek logisztikai, ipari, illetve üzleti rendszereink. Másrészt olyan technológiai megoldások, amelyek könnyebben használhatóvá tesznek ilyen technológiákat. A központ kutatási programokat finanszíroz, és olyan témákban kutat, amelyek a jövőt alapvetően meghatározzák.